A borkultúrának és a kulturált borfogyasztásnak az egyik legfontosabb eleme a bor, megfelelő kínálása és fogyasztása, amiből nem volt hiány a Dombovári Domborfest kezdőnapján, ahol az érdeklődők a jó borok kóstolása mellé számos hasznos információt is kaptak. Magyar ember két esetben iszik, egyszer, ha örül, egyszer pedig, ha bánata van. Na most a kettő eset közül egyik mindig előfordul. Viszont a mi feladatunk, borászok feladata az, hogy megtanítsuk az embereket a kulturált borfogyasztásra, a bor élvezeti értékeinek a felismerésére, és a bor felhasználását az étkezésbe, tehát a bornak nagyon nagy szerepe van ebben a társadalomban, az emberi kapcsolatokban, a gasztronómiában, és mi erre vagyunk hivatottak. Azt mondják, hogy a borkóstolás tudomány és művészet. Tudomány abból a szempontból, hogy bizonyos anatómiai, kémiai, borászati, gasztronómiai ismeretek nélkül egy borról nem lehet más mondani, csak az, hogy hát ez egy jó anyag, kérek még egy pohárral. De mi ennél többet szeretnénk, mi szeretnénk a bor ízszerkezetét, élvezeti értékét feltárni a hallgatók előtt, és rávezetni őket a borkóstolás szabályaira. Nagyon fontos, hogy a borkóstolásnál az érzékszervek mindig megfelelő állapotban legyenek. Ez azt jelenti, hogy a borból először illatmintákat veszünk, és az illatminták vétele után, egy bizonyos idő után elfáradnak a szaglóidegek, ezért pihentetni kell. Az ízeknél ugyanez a helyzet, tehát több bor megkóstolása után az ízlelő bimbók elfáradnak, ilyenkor vagy egy korty vizet megiszunk, vagy valami olyan élelmiszert fogyasztunk, ami semleges ízhatású, tehát egyszerű sajtokat, vagy zsíros kenyeret, vagy esetleg pogácsaféléket, és ezek akkor a feltételes reflexek alapján termelődő nyál kiöblíti ezeket az úgynevezett papillákat, érző idegvégződéseket, és akkor újból érezzük a bornak az ízvilágát. A bor kóstolásának van egy általános rituáléja, amely abban segít, hogy a bor minden szépségét és részletét kiérezzük és kiélvezzük. A borfajtákra a keverés a készítésnél ott érvényes, de úgy egyébként a fogyasztásnál, tehát a kézborok fogyasztásánál már érvényes ez a mondás, ugyanis az a szabály, hogy édes bor után ne fogyasszunk másmilyen bort, mert nem fogjuk érezni az ízeit, és ezért vagy vörös bor után ne kóstoljunk például fehér bort, mert a vörös bornak a ízvilága annyira elnyomja az ízlelő bimbónkat, hogy nem fogjuk megérezni a fehér bornak a hatását. Tehát van ilyen szabály, hogy milyen sorrendben szabad kóstolni a borokat. Ebben a sorrendben fogjuk majd a borokat felkínálni, tehát először a fehér borokat kínáljuk, utána a rozébort, és utána a vörös borok jönnek a kóstolási sorrendnek megfelelően. Irsai olivér és chardonnay fehér fajtájú, és akkor egy vegyes rozébor, és egy kékfrankos vörösbor, meg egy szekszárdi bikavér. Tehát ez a kóstolási sorrendnek is megfelel, mert a sav és az íz világuk ezeknek a boroknak lehetővé teszik, hogy ezeket egymás után sorba kóstoljuk. Természetesen kóstolás közben kis szünetet tartani, és ahogy mondtam, az ízlelő bimbókat egy kicsit felfrissíteni, hogy újra érezzék a ízeket. Mi magyarok boros nemzet vagyunk, a bor a kultúránk része, így része a mindennapjainknak és az ünnepeinknek is. A borfogyasztás a benne lévő alkohol miatt azonban felelősséggel is jár. Ahhoz, hogy a bor valódi értékét átélhessük, érdemes pár dologra odafigyelni, és követni a mérsékletes borfogyasztás szabályait is. Az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött a magyar borkultúra. Most már az emberek nagy része tudja azt, hogy a bor az egyik legfőbb élvezeti cikkünk, ami az életünket szebbé teheti, és különösen a táplálkozásunkat, tehát a gasztronómiába szerzett élvezeti örömöket szebbé tehetik. Tehát nagyon intenzíven fejlődik a borkultúra, ezt lehet tapasztalni nagyon sok felé. Egy finom pohár bor oldottabbá teheti a beszélgetést, és felpörgetheti a hangulatot, ami megmutatkozott a Domborfest borkóstolója alkalmával is.